Interaktív panelek, oktatási robotok. Izgalmas bemutatóra invitálta a kerületben dolgozó pedagógusokat a kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola. Ez az iskola digitális oktatására épülő olyan rendezvény, amikor is egyik támogató partnerünk az új termékét tudja bemutatni, be tudja mutatni a meglévő régi termékeinek a használatát, használhatóságát, illetőleg kedvet ad a pedagógusoknak, gyerekeknek ahhoz, hogy ezeket a legamesteres, robotos, akármilyen termékeket használják, és úgy használják pedagógusok előnyben, hogy mindenképpen a digitális oktatásunkat tovább vigyék és tovább fejlesszék. A Puskás iskolában a 2018-ban bevezetett pedagógiai programjuk értelmében emelt óraszámban tanulják a gyerekek az informatikát, a digitális pedagógiát. Ezek az eszközök nem csak demonstrációs célra szolgálnak, hanem a diákok aktívan használják ezeket az órákon, és mindemellett ugye jelenleg 80 körüli tablettel rendelkezünk, ahol is a tabletes órák támogatottsága elég magas szinten van, szinte minden tantárgyból, illetőleg az osztálytermek felszereltsége is úgy történik, hogy vagy okostábla, vagy pedig okos tévé van a tanteremben, amellyel teljesen az órákat digitális megsegítéssel tudjuk támogatni. Azt ki szeretném emelni, hogy itt nem arról van szó, hogy a gyerekek tableteznek meg egyebek, hanem az óra egy része egy digitális eszközzel támogatás, tanulás, mélyítés, stb. Tehát ez egy tanulás segítő eszköz, és nem a tanulást kiváltó eszköz. Ezeknek az eszközöknek egy részét már az iskolánkban is használják mind a pedagógusok, mind a diákok. Interaktív tábláink vannak, van egy interaktív panelünk, a támogatónk jóvoltából, valamint igen, vannak oktatási robotjaink is. De azok az eszközök, amelyek ma láthatók, abban vannak olyan újdonságok, amelyek még Magyarországon egyáltalán nem láthatók, úgyhogy itt tényleg láthatók igazi újdonságok. Az interaktív paneleket Gere Ferenc értékesítési vezető mutatta be a pedagógusoknak. Vannak olyan hátterek például, ugye állandóan problémát jelent, hogy az elsősöknek, negyedikeseknek is itt a másfajta vonalzású táblákra van szükségük, be kell szerezni. Itt nem kell, egyetlen gombnyomás ez a háttér megjelenik, vagy térképekre van szükségünk, amelyeken szeretnénk berajzolgatni. Ugye az iskolai szertábla lévő térképek nem hiszem, bárki szeretné, hogy rárajzoljanak, viszont itt bármit kitehetünk nagyban, és arra rajzolhatunk, azon különböző csatajelenteket rakhatunk rá, és így tovább. Tehát nagyon szép, interaktív és nagyon látványosan lehet tenni egy-egy órát ezek használatával. A szakmai rendezvényen a pedagógusok megismerhették a legújabb digitális eszközöket, valamint ki is próbálhatták ezeket.